Sötét és édeskés, testes, vagy inkább a világos, kesernyésebb komlósabb láger? A sör több, mint maláta, komló, víz és élesztő együttese. Színét elsősorban a gabona és a pörkölési eljárás adja. Minél világosabbra pörkölik a gabonát, annál világosabb lesz a sör, illetve az íze is annál jobban megváltozik. A csehek roppant büszkék habos nemzeti italukra, mely védjegyükké is vált. De a hétköznapi életük szerves részeként fogyasztott Pilsner Urquell, Staropramen, Krusovice, Budweiser vagy Kozel a helyi zenekultúrával is erősen összefonódott. Volt olyan cseh ismerősöm, aki megróta Bedřich Smetanát, a 19. század jeles és egészen kiváló cseh zeneszerzőjét, mondván, hogy micsoda mesterséget választott magának, úgy, mint a zeneszerzést, hiszen az apja meg sörfőzőmesterként működött, és hát hogyan juthatott el odáig, hogy elhagyta ezt a nagyszerű mesterséget. Azt gondolom, hogy ez kellőképpen kifejező, hogy mit jelent a csehek számára, nem csak a sörívás, de a sörköré szerveződő kultúra is. Sörkultúrájukra ugyanakkor nem a lerészegedés és a kicsapongása jellemző. Népszokások kapcsolódnak hozzá, mondások, műalkotások örökítették meg dicsőségét. Prágai utazások alkalmával a magyar sörturista gyakran felteszi a kérdést, de mégis mitől olyan veszettül jó itt a sör, és miért olyan más Csehországban meginni egy üvegest, mint itthon. Katona Csaba szerint a hely szelleme mindig befolyásolja az embert. A kastélyokban valahogy modern bankházak környékén ritkán látnak kísérteteket. Tehát lehet, hogy maga a környezet is befolyásolja ezt a dolgot, de azért továbbra hoznám. Ha egy cseh sört iszunk meg Csehországban, az 99%-a frissen csapolt. Tehát rögtön ott van a gyár mellett egy helyi sör, nem messziről szállították, a lokál bír az nagyon-nagyon jelentős, tehát kb. 150 sörfőzdéről és gyárról beszélhetünk Csehországban. Ha pedig tankról csapolják és a hordóba sem kerül be, akkor is teljesen más ízvilága lesz. Egy biztos, a sör azon dolgok egyike, amit nagyon nagy mennyiségben fogyasztanak, annál is inkább, mivel a borszőlő például nem terem meg a vidéken. A cseh sört szívesen fogyasztották az egész monarchiában, így az 1900-as évek elejére már 1000 serfőzde palackozta a sereket egész Csehországban. Sörkultúrájuk a magyarra is hatással volt. 1895-ben, amikor létrejön a soproni sörgyár, pontosan azért, mert látják, hogy érdemes betörni a magyar piacra sörrel, a bor helyett kellett egy másik ital, na akkor egyebek mellett Brünnből, a mai Brünnóból érkeznek csehmorva és német befektetők az ottani sörgyár környékéről, mert látják, hogy kérem, itt most Magyarországon érdemes sörgyárat alapítani. Tehát azt tudom mondani, hogy mi tanultunk tőlük. Náluk ugyanakkor a víz is lágyabb, amiből finomabb sörök készülhetnek, melyek nem csak a hangulatra, de mértékkel az egészségre is jótékonyan hatnak.